Az Ida hurrikán által romba döntött Louisianába látogatott Joe Biden. Az amerikai elnök hathatós szövetségi segítséget ígért a héten áthaladt trópusi vihar okozta károk elhárításában. Biden azt mondta, a szövetségi adminisztráció 500 dolláros csekkek formájában már 100 millió dollárnyi gyors segélyt osztott ki azért, hogy a háztartások úrrá tudjanak lenni a válsághelyzeten. Az Ida hurrikán arra emlékeztet minket, hogy fel kell készülnünk a következő hurrikánra vagy szuperviharra, mert ezek jönni fognak, egyre gyakrabban és egyre hevesebben, mondta Biden. A kormányzóval, a kollégáimmal a kongresszusban, mindkét párt képviselőivel kidolgoztunk egy újjáépítési tervet, amellyel modernizálni fogjuk az útjainkat, a hídjainkat, a csatorna és vízelvezető rendszereket, a távvezetékhálózatokat, hogy ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. New Orleansban és környékén áramhiány miatt egyes városrészekből még mindig evakuálni kell az embereket. A hatóságok figyelmeztetik a lakosságot, hogy csak akkor térjenek haza, ha megfelelően felkészültek az önellátásra, mert az alapvető szolgáltatások még napokig nem lesznek elérhetők.